Ugye azt gondolom, hogy a mi helyzetünkben nyilván úgy jövünk ki, hogy minden meccset meg akarunk nyerni, ami látszik is a meccseken, a mérkőzéseken, az összes játékosnak az a célja, hogy legalább maga felé, meg a csapat felé győzelmeket érjen el. Így van, tehát az első 15 percben két egyéni hibából megint gólt kaptunk, utána ismét egy olyan plusz pont, hogy próbálsz följönni, lehetőségét vannak, próbálod nyomni, de az, hogy nem tudsz visszajönni, azt nem tudom rájuk negatívként fölhozni, mert mindent megtettek most is azért, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. Külön pozitív a mérkőzésben az, hogy a három fiatal játékost is be tudtam cserélni, igazából az idei teljesítményük alapján megérdemelték, úgyhogy további sok sikert kívánok nekik is a pályafutásuk során. Igen, tulajdonképpen azt kaptuk, mire számítottunk az ellenféltől is, a Bánktól is. Jó futballisták vannak a csapatban, ezt meg is mutatták. Mondtam a srácoknak, hogy a pontrugásoknak nagyon nagy jelentősége lesz a mai meccsen. Egyrészt a pálya mérete is ugye behatárolt kisebb, mint szokott, illetve nyilván egy olyan ellenfél, aki most kicsit hátrébb van a pontrugásokon, talán nagyobb esélyek van gólokat szerezni, de hál' Istennek mi ebben jól álltunk bele, és mi tudtunk ezekből a nagy bedobásokból, a nagy bedobások után lepattanóból gólt szerezni. Utána nyilván folyt a mérkőzés is. A vezetés tudatában is próbáltunk játszani, de azért az ellenfél nagyon sok támadásunkat megakadályozott, de ennek ellenére háromszor voltunk kapusra szemben, kétszer az üres kapu környékén hagytunk ki helyzeteket, ami azért rossz, mert lezárhattuk volna a mérkőzés korábban, nem tettük, és nyilván a Bánk azért küzdött azért, hogy tudjon egyenlíteni vagy szépíteni, így nehézkes volt a vége nekünk.